Sziasztok, hallgass végig, ne menj tovább, az egészséged az minél fontosabb, és az a legfontosabb, hogy egészségesen éljél tudatosan. Tehát elmesélem neked a történetemet, ami valós, és nagyon meg fogod köszönni nekem ezt a kis hírt, mert sokan itt reklámozzák, hogy a cigarettáról hogy szokjál le, és akkor mindenféle rágógumikkal, tapaszokkal, meg mindenfélével mondják, hogy azt vedd meg, meg azt, és 5-6 ezek, 10 ezekbe kerülnek, ne vegyél semmit. Egyszerűen hallgass végig ezt a kis történetemet, amiről elmeséltem egy tanárnőnek, egy francia tanárnőnek, és azt mondta, hogy erről könyv íródott, képzeljem el. Na, és ezt én találtam ki magamtól. Történet úgy nézett ki, hogy dohányoztam, bármikor le tudtam szokni, nem azt mondom, hogy hú de könnyen, de mondjuk ilyen könnyen. Tehát elhatározod másnap, hogy leszoksz. Felébredtem, én 8 órakor szívtam az első szál cigarettámat, 7 körül keltem. A 8 órás cigarettát csak 2 órát tolt ki. Csak 2-t. Néztem az időpontot, és 10 órakor gyújtottam rá. Tehát semmi más nem kell tegyél, csak 10 órakor kezded elszívni az első szál cigarettádat. Nem viccelek, 2 órát azt gondolom, hogy mindenki ki tud bírni. Mindenki. Tehát, ezt tartottam, akár 10 napig is tarthatod. De ha egy hét múlva újra kezded, akkor oké. Okay. De ha 10 napom, akkor 10 nap. Tehát, bármeddig szívhatod, bármennyit szívhatsz. Lehet akár egy 2 dobozzal is, ha te ilyen erős dohányos vagy. Én körülbelül 18 szálat szívtam, vagy 16-ot. Na, tehát akkor 2 órát, tehát 10 órakor kezdtem az elsőt. Nem viccelek neked, el kell mondjam, hogy a 10 órát már alig vártam első nap. Másnap már nem volt olyan nehéz. Másnap már olyan könnyedében, olyan fél tiszta jutott eszembe, hogy hoppá, cigaretta, és harmadik nap esküszöm neked, 10 óra előtt pár perccel. Negyedik naptól ez nagyon könnyű volt. Eszembe sem jutott, hogy én dohányzom reggel, amikor felkeltem. Eszembe se jutott, hogy én dohányzom. Felkeltem, és 10 óra előtt 1-2 perccel jelzett az gang, és akkor rágyújtottam. És onnantól kezdve én körülbelül 7 óráig, este 7-ig dohányoztam. Tehát mit tudom én, hány szállat most így nem akarom mondani. Na, akkor egy 10 nap múlva megint csak összeszeded magadat, azt mondod, hogy na, itt stop, és dél. Azt a 2 órát, hidd el nekem, csak 2-t. Hidd el nekem, hogy az nem annyira nehéz. Az nem fog ekkora gondot okozni, csak 2 órát. Tehát azt a 2 órát megint csak kihúztam. 12-t már vártam, úgyhogy 12 előtt 5 percen, már jó, már csak 5 percen van, ittam vizeket, eltereltem magamat, munkával is ugye természetesen, volt, amikor badizni voltam, akkor badiztam. Na tehát eltereltem, jött a dél, rágyújtottam, és íme 12-től annyit szívsz, amennyit akarsz. Tehát az nincs megszabva. Csak azt az időpontot húzd ki. És akkor megint eltelik mondjuk 1 hét, vagy 10 nap. Ezt te döntsd el, hogy meddig. Hidd el nekem, hogy a második naptól már nagyon könnyű. Eszedbe sem jut, hogy egész délelőtt nem dohányoztam. Eszedbe sem fog jutni a cigaretta. Esküszöm neked, hogy ez így van. Harmadik naptól te a megszokott időpontra. Olyan a szervezet, mint egy ilyen kis beállított kis gép. Érezte, hogy nekem déltől van cigim, és kívántam is déltől. Na, megint eltelt 10 nap, és megtoltam 2 órával, az megint csak, húzzam ki az időt, tettem ezt meg azt, csináltam a dolgomat, próbáltam minél ügyesebben kihúzni az időt, eltelt az idő, végre 2 óra mindjárt, 2 óra lett, 1 perccel már kikészítette a cigarettát, és rágyújtottam 2-kor. Na, tehát nem viccelek, ez a történetet azért mondom el,
mert szív- és érrendszeri problémá, a leges-legelső halálozás. Tehát kérlek szépen, hogy szedd össze magadat, és amikor még fiatal vagy, mondjuk 20 éves, százszor könnyebb, mint aki már szívja 40 éve, vagy 30 éve. Tehát kérlek szépen, hogy szedd össze magadat, áldást kívánok rád, és szok le. Na most, hogyha nagyon nem megy, ha mindenféleképpen nagyon nehéznek találod, akkor azt mondom neked, hogy egy órával tolt ki. Tehát ha én 8-tól kezdtem el cigizni, akkor 9-től. És akkor mindig kicsit lassúbb, nem baj, lényeg, hogy a célra törő, és elkezdett a cél felé indulni. Tehát nem érdekes, hogy lassú. Lényeg az, hogy mégiscsak megtettél egy lépést. Tehát elkezdted akkor 9, 1 órát 20 ki, és ugyanígy egy hét múlva megint 1 óra. És ígérem neked, hogy csak az az egy nap, ami egy picit kellemetlen lesz, de hidd el nekem, hogy én azt a 2 órát azért ki lehetett húzni, te meg azt az 1 órát, ha esetleg nem megy. De ha ügyes vagy, akkor én akár segítek is neked, esküszöm, ha írsz a videóm alá, akkor fogok segíteni neked meditációval, akár live-ban is, tehát nyugodtan, hogyha nagyon messze vagy, akkor nem kell ide jöjjél, természetesen ingyen, és megcsinálom neked a meditációban, egy meditatív állapotban megpróbáljuk megundorítatni veled a cigarettát. Na, tehát akkor én nagyon kérlek benneteket, hogy osszátok ezt a videót. Most már több ember is kérdezte tőlem, hogy hogy mondom, felteszem ismét, mert anno én ezt feltettem, lehet, hogy a másik csatornámra, az Evi Herceg Official 100-ra, de nem baj, kérlek szépen, hogy oszd meg a videómat, és szeretettel nagyon-nagyon szépen kérlek, hogy szokjál le, olyan komoly betegségeket kapnak már a cigarettától, nem csak az érelzáródás, a szív- és érrendszeri probléma, hanem még van, aki rákot is kap tőle. Lehet, hogy nem sokan, nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy bizonyos kor felett már az immunrendszer is fokozatosan megy lejjebb. Tehát kérlek szépen, hogyha te is úgy érzed, hogy igazam van, és már gondolkozol rajta, hogy júj, hogyan szokjál le, akkor ezt a videót most nézd meg, hallgass végig, lájkold be, minél többen lássák. Evi Herceg YouTube csatornámon és a Evi Herceg Official Instagramon is keressél meg. Nagyon-nagyon szeretettel várni foglak, és kérlek szépen, hogy oszd a videót, és fogadd meg. Mondom, segítek, tehát nyugodtan írj a videóm alá, írjál rám is, én fogok segíteni, és meditálunk együtt, hogy te leszokjál. Áldjon meg az Úr tégedet, nagyon szeretettel köszöntem, és nagyon szeretettel mondtam ezt néked, és mindent megér az egészséged, ezt ne felejtsd el, mindent. Sokan itt kínálnak 5-6 ezer, most láttam a reklámba, azért tettem föl Facebookon is, kérte is valaki, tehát hogy egy ilyen csomag, és akkor mindenfélét ajánl, de nem. Nem kell neked itt csomag, nem kell neked itt semmit megvenni. 5-10 forintért tapaszokat, mit tudom, hogy ne vegyél semmit. Egyszerűen azt a 2 órát bírt ki. Én csináltam úgy is, mert amikor akartam, visszaszoktam, 4-szer szoktam le az életemben, nem azért, mert nem jól szoktam le, hanem azért, mert olyan lelki gondjaim voltak, hogy azt mondtam, hogy na most egy kicsit megint dohányzom, csak hogy 6 hónapra visszaszedtem, és újra ezzel a módszerrel leszoktam. Én nagyon bízom, hogy fog sikerülni, és ez a videó, ez fog neked segíteni, mert az egészséged az mindennél többet ér. És első számú, vedd előre táplálkozás, no cigaretta, és próbáld kerülni a stresszt. Ha nem tudod kerülni, akkor legalább annyit tegyél meg, hogy napi szinten meditálj. Mert a meditációval olyan erős nyugvást és mély megnyugvást szerzel, hogy a napi stresszed is feloldódik. Puszilok mindenkit, szeretettel köszöntelek, örültem neked, oszd a videómat, szeretlek titeket. Szép napot, szép estét kívánok, jó éjszakát, ha most éjjel nézed. Sziasztok, sziasztok!